A mai napon egy belső védelmi terv gyakorlatra, valamint a TEVA létesítményi tűzoltóság rendszerbe állító gyakorlatára kerül sor. A feltételezés szerint egy tartálykocsiból folyt ki veszélyes anyag, amely tartálykocsiból a veszélyes anyag egy szabotás következtében keletkezett. Ennek következtében a helyszínen a dolgozók észlelték a káreseményt, majd értesítették a létesítmény tűzoltóságot, akik értesítették a hivatásos tűzoltóságot, a katasztrófa igazgatóságot, közben a rendőrséget is a helyszínre hívták, majd kiderült, hogy a szabotást végző személy a gyár területén helyezkedik el, és a terrorelhárítás egységeit is a helyszínre rendelték. Közben a mentők a helyszínre érkeztek, és a társszervek is, és így kezdődött meg a kárfelszámolás. A gyár operatív törzse készenlétbe helyezte a szervezetet, és a katasztrófavédelem egységeivel, valamint a gyár vezetésével megkezdődött a kárfelszámolás. Az elmúlt 25 évre visszatekintve a TEVA területén komoly tűzeset nem történt, kisebb technológiai hibákból eredő riasztások történtek. Volt egy olyan időszak, amikor a technológiai hibákból eredően a tűzjelző berendezések téves jelzéseket adtak, de ezt a TEVA kiküszöbölte, és egy új riasztási rendszer segítségével lehetett minimalizálni a vonulásokat. Ebben jelentős változást hozott a TEVA létesítményi tűzoltóságának a kialakulása, ugyanis elsődlegesen ők vonulnak a káresemény helyszínére, és utána értesítik a hivatásos tűzoltóságot.